Nagyon köszönöm, hogy eljöttek az intézmények és az iskolák vezetői, illetve testnőtanárok, akik felkészítették a fiataljaikat erre a versenyre. Közel 40 alkalommal rendeztük már meg a Bátrak Ligáját, országszerte hirdetjük ezt a programot, és én azt hiszem, hogy talán kár volt kimozítani a mikrofont a helyéről. Tehát amikor Bátrak Ligájáról beszélünk, akkor biztos vagyok benne, hogy Kiskörösre méltó helyre hoztuk, hiszen Petőfi Sándor 200 éve itt született, és igazi bátorságáról tett bizonyságot, hiszen a magyar szabadságharcért és a szabadságért adta az életét, miközben még úgy mellesleg közel 1000 verset is hátrahagyott gyönyörű verseket. Úgyhogy itt aztán tényleg bátor fiatalok élnek, és Petőfi Sándor példáját persze nem kell mindenkinek követni, de az biztos, hogy a tehetségét mindenkinek meg kell találnia. Egy ilyen verseny sorozat, ez alkalmas arra, hogy az önismereti képességetek fejlődjön. Megtanuljátok, hogy mire vagytok képesek csapatban, egyénileg közösséget is erősítünk és építünk, az iskolához való kötődést is erősítjük ilyen módon. És hát nem titkolt célunk, hogy hiszen a Honvédelmi Sportszövetséget azért hoztuk létre, köztestületként működik, hogy a fiataljainkat egészségesebb életmódon neveljük, sportosabbá tegyük, olyan képességekkel, olyan kompetenciákkal rendelkezzenek, hogy adott esetben nem csak önmagukat, hanem mondjuk még a hazájukat vagy a szülőföldjüket is tudják védelmezni, ha bajba kerülnek. Nyilván ne adja a Jóisten, hogy ezt alkalmazni kelljen, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy békeidőszakban sok mindent el kell végezni. És egyébként a másik olyan gondolatunk volt még, amikor honvéd miniszterként szolgáltam a hazát, hogy létrehoztuk és elindítottuk a kadétképzést. Ez is egy komoly siker, most is itt vannak a kadétok, ha jól tudom, Halas, nem? Kiskunhalas, Kiskunhalasról. 130 iskolával van már szerződése a Magyar Honvédségnek, 3-mal volt, amikor elindultunk ezzel a programmal. Tehát ez is azt mutatja, hogy népszerű a program, és tudtok találkozni középiskolásokkal, akik el tudják mondani, hogy milyen a kadétképzés. Én biztos vagyok benne, hogy csak jó hírét tudják kelteni a kadétképzésnek és a saját iskolájuknak is, hogy vállalták ezt a munkát, ezt a terhet, ezt a többletterhet. Nagyon sok helyen találkozunk úgy fiatalokkal, hogy meghívjuk a szomszéd településen, vagy azon a településen működő kadétiskola diákjait, és korábban pedig a Bátrak Ligájában is részt vettek, 7-esként, 8-asként, tehát a pályaválasztásban is egyfajta sajátos orientációt, segítséget próbálunk nyújtani, hiszen az a feladatunk többek között, mondom, hogy hát természetesen legyenek mindig magyar katonák, akik vigyázzák a hazát, akár tartalékosok, akár szerződésesek, akár hivatásosok. Úgyhogy ezek a programok alapvetően erről szólnak, de a legfontosabb egyébként az, hogy sportoltok, mozogtok. A sportnak óriási ereje van. Egy olyan közös nevező a sport, amelyet mindenki ért, mindenki tud. Az emberiség mindig keresi a közös nyelvet ebben a mábeli zűrzavarban, nyelvi zűrzavarban. Voltak, akik az esperanto nyelvet találták ki, aztán most sokan mondják, az angol már meghódította a világot egyfajta közös nyelvként, de a sport az mindenhol. A közös nevező, közös érték és a közös nyelv. Magyarországon szeretik a sportot, a magyar nemzet sportot szerető nemzet. Azt szeretnénk, hogy minél többen sportoljanak, tehát sportoló nemzetté váljon, és ezen keresztül pedig, hiszen a sportnak van nem csak fizikai aktivitása, hanem van egy morális, szellemi indítatása is, segítő szerepet tud betölteni abban, hogy azt az értékrendet, amit a sport jelent, a tisztességes küzdelem, a fair play, a sportszerűség, azt is hozza magával. És hogyha az életünkben a sportszerűség jelen van, a fair play jelen van, akkor minőségibb emberi kapcsolatokat tudunk kialakítani, és minőségibb társadalmat tudunk fölépíteni. Úgyhogy alapvetően ilyen célokkal indult ez a programsorozat. Én bízom benne, hogy amellett egyébként, hogy építünk honvédelmi sportközpontokat is, jelen pillanatban 5 helyszínen működik honvédelmi sportközpont teljes kihasználtsággal, alapvetően sportlövészet, küzdősportok és technikai sportok gyakorlására ad lehetőséget. Úgyhogy ebben a nagy feladatban köszönöm szépen mindenkinek, hogy részt vett és részt vesz a jövőben is. Köszönjük szépen a kollégáimnak is, hogy már tegnap este lejöttek és a termet elkészítették. Nagyon szépen köszönjük polgármester úrnak, hogy lehetővé tette, hogy ebben a csarnokban történhessen meg a vetélkedő. És köszönjük szépen Font Sándornak, országgyűlési képviselő társamnak, jó barátomnak, régi barátomnak, hogy itt van velünk és sokat tesz a településén ülő emberek életének jobbítása érdekében. Az ilyen közösségi rendezvények mind hozzásegítenek minket ahhoz, hogy itt helyben értékes, erős közösségek legyenek, hiszen ma egy sajátos világban élünk, rengeteg veszély leselkedik mindenkire, minden harctér,
gyakorlatilag korlátlan hadviselés időszakába léptünk, nem csak azért, mert a szomszédságban háborodul, de a világűrben is küzdelmek zajlanak, a kibertérben is, a kulturális területen, a migráció itt van nyakunkon problémaként Európában, a keresztény civilizációnkat veszélyezteti, a jövőnket veszélyezteti. Tehát ezek mind-mind olyan, a felgyorsult globalizációról már nem is beszélve, amely egyébként homogenizálja az emberiséget, és vagy erre törekszik, és azokat a nemzeti kultúrákat, helyi értékeket pedig hát bizony-bizony nagy kihívás elé állítja, amelyeket nekünk meg kell őrizni, és át kell adnunk majd nektek. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez is egy apró kicsi program volt abban, hogy ez a helytállásotok, ez az értéklátásotok, ez megerősödjön, és a jövőt azt ti fogjátok majd alakítani, és hát legyen Magyarországnak jövője minél hosszabb távon. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és gratulálok mindenkinek még egyszer. Végtelen nagy öröm, hogy így ennyi fiatal körében ma itt lehetünk Petőfi Sándor szülővárosában, és a Bátrak Ligája küzdelmi sorozatban részt vehettünk. Ezt köszönjük elnök úrnak, és azt is, kedves elnök úr, hogy Petőfi Sándor tiszteletét is viszed tovább, és hozod a sportokba is. Ez nekünk nagyon megtisztelő. Nagyon fontos a mozgás, és nagyon fontos az, hogy a fiatalok ne felejtsék el, hogy ez a modern világ tényleg, ahogyan azt képviselő úr is mondta, már ezt kezdi és szeretné elfelejteni. Kiskörös egy nagyon aktív, sportos város. A kiskörös és az hasonló kisvárosokra nem jellemző módon rendkívül sok sportágra van lehetőség. Nyilván gondolom én mindenütt van futball, mindenütt van kézilabda, nálunk is van női, férfi kézilabda lehetőség, nagyon komoly a futballsport lehetőségünk, és csak büszkén mondom, hogy a küzdősportoknak nálunk külön háza van. Kedves elnök úr, lenne még rajta mit javítani, hogyha segítségét akár kérhetjük ebben, akkor nagyon szívesen vesszük ezt a segítséget is akár. De ami még érdekes, hogy úszási lehetőségünk is van, és nagyon komoly jégkorong csapataink állnak a ligában, és erre is lehetőséget adunk. És most Pont Sándor képviselő segítségével a sporttelepünk az atlétika sportágban, minden szakágban olyan fejlesztést kapott, hogy most már az atlétika is megfelelő helyszíne lehet Kiskörösnek, aki az atlétikát választja. Tehát mi szeretjük a sportot, egy sportos város vagyunk, és a Bátrak Ligája ezért is jó, hogy itt van, és köszönjük elnök úrnak. Amikor megkérdezte elnök úr, hogy jöhetne ide a Bátrak Ligája, azt gondoltam, hogy Petőfi Sándor szülővárosa, 200 éve született Petőfi Sándor, ezt ünnepeljük egy éven keresztül, és hát a sportok egyik fellegvára a térségben. Nem is lenne jobb helyen a Bátrak Ligája, mint Kiskörösön. Én nagyon szépen köszönöm a részvételt, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan részt vettek ebben a versenyben, és biztos vagyok benne, hogy a díjkiosztás ellenére itt mindenki bajnok, és mindenki bátor, és mindenki csak győztese a Bátrak Ligájának. Köszönöm szépen, hogy így együtt vagyunk.